Most következő műsorunkat 12 éven aluliak részére nem ajánljuk. Tisztelettel köszöntjük ünnepi megemlékezésünkön a kerület megjelent polgárait, Kovács Péter polgármester urat, a képviselőtestület megjelent tagjait, a kerületi 56-os szervezetek, valamint a civil szervezetek képviselőit. Tisztelt hölgyeim és uraim, kérem, fogadják most szeretettel 1956 Te csillag, bőröndök című ünnepi műsorunkat. Már maga a cím is sokat sejtett. Az összeállítás mindazok visszaemlékezéseit, gondolatait tartalmazza, akiknek a forradalomban való részvételük miatt kényszerűségből el kellett hagyniuk hazájukat, és akik oly sokszor énekelték sírva, hogy oly távol, messze vagy hazám. A több mint 60 évvel ezelőtti őszi események, ha akarjuk, csupán egy karnyújtásnyira vannak tőlünk. Szó szerint, hiszen velünk és köztünk élnek nagyapáink és nagyanyáink, akik mind-mind őrzik a saját történetüket. Az akkori gyermek vagy fiatal kamasz, nagyszüleink a felnőttekkel válvetve küzdöttek egy szebb jövőért. Hőstetteiket nem hagyhatjuk elveszni,
mert 56 nem felejt. És mi sem felejtünk. Sőt, az ünnepi műsort előadják a Körúti Színház művészei Lehe Kata, Kozek Dániel, Oroszi Tamás, Pecsenyicki Balázs, Placskó Emese, Karajvanov Lilla, Lipták Péter, Gesztesi Rihárd, Szabó Rihárd, Sebestyén Regina, Ráb Zsanett, Kalucki Zsombor színészek, valamint a Kiskörúti Színisuli növendékei. Rendezte Galambos Zoltán. Ne menjünk fel, nem szabad! Félsz? Nem, de anya nem engedi! Gyáva vagy! Nézd! Ez a nagypapáé volt. 1956. Ne olvasd bele, nem szabad! Október 24-e. Másnap szerdán reggel. Por, ágyúszó és szenvedés. Mégis mikor átvágtam a hősök terén, mosolyognom kellett, mert nem állt szobor többé csizmámban. Csütörtök, lázrózsák mindenki arcán. Földvári már keddeste elesett a rókus előtt. Szemközt az iskola padlásán felfegyverzett gyerekek. Péntek. Még több vér. Tankok a ligetnél. Az üdegek torkollat tüzeit nézem éjjel, és borzongok. A szörnyű szépség most nálunk is megszületik a járdán. És szombat. A hajnalban csupa reménység. Estére tudni, nyakunkon a kés. November elejére már körülbelül a fél osztály elmenekült nyugatra. Én úgy döntöttem, ha mindenki megy, akkor én nem. Pedig figyelmeztettek, hogy bajom is lehet, mert ott voltam a szénatéren, krumplit és benzines üvegeket dugtunk a tankok kipufogójába, és az ülőink tányérokat tettünk az úttestre. Gábor, mi elmegyünk? Hová? El innen. Nyugatra. Már ti is kezditek. Gábor, neked is velünk. Nem! Én nem megyek sehová. Még nincs vége a vérontásnak. Most kezdődik a bosszú. És mégis hogy akartok menni? Miklós most jött haza Bécsből autóval. Még nyitva vannak a határok. Felajánlotta, hogy elvisz mindannyiunkat. 10 perc múlva itt van az autóval. Azt mondta, csak a legszükségesebbeket pakoljuk össze. Mi van a bőrömben? Váltás alsó nemű. Meg néhány alkohol a határőröknek. Gyere velük! Nem lehet. De mi nélküled nem megyünk! De. De elmentek. Engem elfoghattak, de titeket nem. Majd talán utánatok megyek. Valamilyen hazafias elhatározás volt ez bennem. Megmakacsoltam magam. Aztán persze nőtt bennem a félelem. November 23-án vonattal elhagytam Budapestet. Anyám egyik barátnőjével és az ő 2, 8 és 12 éves gyerekével együtt. Volt nálam egy pizsama, egy biblia, egy dupla kenyér és egy alma. Amikor november 4-én, hajnal 4-kor meghallottuk a rádióban a közleményt, akkor kezdtünk félni. Aki csinált valamit a forradalomban, az elment. Elment Bán Györgyi, Karcsi, Steinhardék unokája, aki 14 vagy 15 éves lehetett. Elment a Kerekes Jankó is. Jakka, vigyázz a mamára! De hát miért mentek el? Nem vagytok megfigyelés alatt, viccelsz! Ákos volt az egyik, aki ledöntötte a szobrot. Ott volt a Corvinban, fegyvereket vitt, ott volt a rádiónál, a Brody utcában. Az egyetemen szólólapokat nyomtattak, mennünk kell. De hát ilyen gyorsan. Gyorsan? Már lehet, hogy el is késtünk.
De hiszen hajnali fél öt van. Éppen azért. Van, aki már tegnap éjjel elment, amikor meghallotta a rádióban. Zsuzsa! Menjünk, a gyerekek is nyűgösek már. Apa, hova megyünk? Éhes vagyok. Vigyázz magadra is, és amint rendeződik a helyzet, visszajön. Ákosnak a bátyja határőr főhadnagy volt, és amikor menni akartak, ő segített nekik átjutni a határon. Azóta se láttam őket. Nem jöhettek haza többé. Október 24-én reggel egy mentőautó személyzetéhez csatlakoztam. A kispesti és a lőrinci üllői út mentén szedtük össze a sebesülteket. Azon a hajnalon az üllői úton száguldozó teherautókból és páncélkocsikból mindenkire lövöldöző oroszok részéről kaszált a keletről jött halál. Rengeteg életet mentettem meg abban a két hétben. Aztán november 4-én már azt éreztem, itt nincs kilátás semmire. Azt az óriási reménységet, ami megszületett, az újból bejövő oroszok hernyótalpal taposták el. Gyerünk, el innen! Az egyetemen csomagoltam össze. Egy kis orvosi táskába beraktam a stetoszkópomat, a diplomámat, egy inget, gatyát, egy pár zoknit. Annától korábban egy rézmetszetet kaptam ajándékba, amelyen zengővára volt. Ezt nagyon szerettem. Sors bona nihil aluyud. Ez állt rajta. Jó szerencse, semmi más. Ezt vittem magammal, mint elengedhetetlen kelléket az új élethez. Egyébként Annával össze akartunk házasodni, mert már 5 hónapos terhes volt. De a sztrájkok miatt az anyakönyvi hivatalok is zárva voltak. Pali! Végre! Hol voltatok ennyi ideig? Sietnünk kell! Anna hol van? Hogy hol voltunk? És hova kell sietnünk? Mindjárt itt vannak az amerikaiak. Nem jön senki. Izrael megtámadta Egyiptomot a Suezi csatornáért. Szerinted kit érdekel most Magyarország? Érdekli őket. A szabad Európa is. Azt mondta... Hazudnak! Csak hergelnek minket. Azt akarják, hogy mi harcoljunk, ők meg csendben megutálhatják a ruszkikat. Ide figyelj. A Sashegyen van egy kollégium. Ismerem a gondokat. Ott biztonságban leszünk. Aztán a jövő héten indulunk Ausztriába. Aztán onnan tovább Kanadába. És a többiek, akik kint vannak az utcákon, a tankok között, a tankok ellen... Anna hol van? Te mondtad, hogy tartsunk ki. Te mondtad, hogy ne adjuk fel. Te mondtad, hogy küzdjünk a szabadságért. Mit akarsz tőlem? Én is lövessem szét magam, attól jobb lesz! Anna meghalt. Akkor jössz vagy nem? November 4-én, vasárnap, a szovjet támadás első napján, 1 óra leforgása alatt az Üllői út téglagyárában lévő harccsoportunk több mint 200 tank és rohamágyú Pest felé vonulását jelentette. Hát te mit csinálsz? Ó, embert építesz. Anya, miért nem hoztál az orrának répát? Majd kerítünk neki holnap, menj játszál, Ildikén. Délóta egymás után kapjuk a rossz híreket. Harcoltunk, ellenálltunk, amíg lehetett, de megkezdték az elfogásokat és a halálos ítéleteket. Mennünk kell! Vigyázzatok egymásra! Mint lehet, mi is utánatok vagyunk. István, nem jöhetnének mégis velünk? Nem lehet, az gyanús lenne. Majd később utánunk jönnek. Kétségek közt örülöttem, hogy hátra kell hagynom a kislányom és az öreg édesanyám. De mennünk kell. Értük nem aggódtam. A forradalom zűrzavarában senkit nem érdekeltek. De én már papíron megkaptam a halálos ítéletet. Az egyetemi bálon találkoztunk. Ő vitt engem végig a forradalmon. Bátor volt. Nagyon bátor. Ahogy velem szemben állt, láttam, hogy a szemei, akárcsak az enyémek, karikásak a kialvatlanságtól.
A határok még nyitva vannak. Gyere velem! Miért mennénk el? Még minden jóra fordul. Nem fordul. Az oroszok körbezárták a reptereket. A tankok visszafordultak a határól is, egyre újabb a közönlene. Nagy Imre kinyilvánította a függetlenségünket. Ha a varsói szerződés megtámad minket, akkor a nyugat meg fog védeni. Nem kockáztatják a világháborút. Világháború? Egy ilyen kis ország miatt? Igen. Világháború, hogyha két érdekszféra összeütközik. Rémeket. Nem. Tankokat látok. Rákosabb a határában, tucatnyian állnak. Amíg állnak, nem lőnek. Egy gyerek is be tudja őket indítani. Akkor mondd meg neki, hogy nem szabad. Ez egy orosz gyerek, ez egy nagyon rossz gyerek. De te tudsz oroszul. Ezen a nyelven nem beszélek. Ez a szovjet nyelv. Sajnálom, de nekem anyukám, apukám, kistestvéreim élnek itt. Én nem hagyhatom itt őket. Ők nem vettek részt a forradalomban, de mi igen. Minket elkaphatnak. De hát nem vétettünk semmit. Nem csinálunk más két hete, mint egyfolytában vétünk. Mi ellen? Ellenük. A szovjet ellen. A nagy testvér ellen. De sokan vagyunk. Egy népet leváltani nem lehet. De bebörtönözni. És agyonlőni, igen. Egy népet kiírtani sem lehet. Saját vére csak táplálja és megerősíti, és a mártírok majd példát adnak a következő nemzedéknek. Példát egy méltó élethez. De nem mártír akartál lenni. Nem tanárnő. Én most is az akarok lenni. Akkor gyere velem. Megtanítod a nyugati gyerekeket a bátorságra, a hazaszeretetre. Bátorság? És mégis mit mondok majd, ha megkérdezik, hogy miért futottam el? Hazaszeretetre mégis mit mondok nekik? Hol a hazám? Az igazat. A hazád elnyomás alatt van. Még nincs. És ha maradunk, akkor nem is lesz. Juli! Nem! Menj! Fényes májusok,
Mentünk a 200 000-ről. És ha nem is jön velem, Árpád óta bennem lakik az ország. Minden völgyét meg dombját ismerem. 1956. Sem emlék, sem múltam nem vagy. Sem történelem. De lényem egy kioperálhatatlan darabja. Testrész. Ki jöttél velem az irgalmatlan mindenségbe, hol a semmi vize zubog a híd alatt, melynek nincs korlátja. 1956. Te csillag. A nehéz út oly könnyű volt veled. Oly réges-régen sütsz fehér hajamra. Ragyog ki sokáig még síjon veled. Hölgyeim és uraim, ünnepi műsorunk folytatásaként tisztelettel felkérem Palla László urat, a Pofosz 16. kerületi elnökét beszéde megtartására. Jó estét kívánok! Hölgyeim és uraim, kedves kertvárosi polgártársaim, bajtársaim és barátaim! Tisztelettel és nagy szeretettel köszöntöm ma itt az megjelenteket a Magyar Politikai Foglyok Országos Szövetsége és a Budapest 16. kerületi szervezeteinek nevében az 1956-os forradalom és szabadságharc 62. évfordulójának nemzeti ünnepünk tiszteletére rendezett ünnepi megemlékezésünkön és az ezt követő koszorúzáson. Külön köszöntöm Kovács Péter polgármesterünket, a polgármesteri hivatal és az önkormányzat dolgozói és a ma itt megjelent képviselőinket, díszpolgárainkat, az 56-os szervezetek parancsnokait és tagjait, a Magyar Nemzetőrség és a Visszaélőben parancsnokait és tagjait, a kerületünk civil szervezeteinek megjelent képviselőit és vezetőit. Utolsó sorban szeretettel kívánok kertvárosunk megjelent lakói és alkotó művészeit köszöntöm. Szabadság és függetlenség. Kedves polgártársaim, barátaim, barátaim, emlékezzünk és emlékeztessünk. Volt egyszer egy 56. október 23. dicső forradalmunk és szabadságharcunk kezdetének napja. A világtörténelem lapjára aranybetűkkel került fel ez a nap. A világtörténelem 8. csodája a 20. század legnagyobb
és legtisztább forradalmi zajlottak hazánkban ezekben a napokban. S a világ mélyen fejet hajtott nemzetünk nagysága előtt, ugyanis a világ békét védelmező és a demokráciában élő polgárok tisztában vannak vele, hogy a magyar nép 56-ban egy gonosz birodalom világméretű hódítás törekvéseit, erejét és hazug demagógiáját zúzta szét a pesti utcákon és országszerte. Soha többé kommunista diktatúrát. 1956. október 23-a ünnepünk, nemzeti ünnepünk. Emlékezzünk! Ma már tudjuk, hogy a nemzet szabadság utáni vágya nem teljesülhetett 56-ban. November 4-ére a Szovjetunió mintegy 200 ezer fős hadsereggel, 20 hadosztállyal másodszor is megtámadta hazánkat, és a túlerővel szemben szabadságharcunk elbukott. Elbukott, de forradalmunk győzött. A vérbe folytott szabadságharcunk 62. évfordulója. Alkalmából örök hűséggel, kegyelettel emlékezünk meg azokról a hőseinkről és vértanúinkról, akik nemzetünk szabadságáért életüket áldozták. Tiszteletjünk a ma még élő bajtársaink előtt, egyre kevesebben vagyunk, akik a kommunista zsarnokság börtönében is hülyek maradtak nemzetünk 56. októberi hitvallásához. Emeljük magasra zászlóinkat, a háromszínű magyar zászlót, amelyet annyi szabadsághősünk, az emberiség annyi nagy alakja tartott, amit mi, szabadságharcosok, most is tisztán emelünk magasra, hogy az egész világ lássa, él még a Kárpát-medencében a Kárpát-medencei magyar élettérben minden idők történelmi formáló ereje, nemzeti lélekben rejlő nemzettudat, amely 1956 folytatásaként felragyogó látomásként vezérli megbonthatatlan egységként az elszakított területeinkkel együtt megalkotott történelmi örökségünket, a keresztény magyar nemzeti nemzetet, Magyarország eszményét. Emlékezzünk és hajtsunk fejet az 56-os megtorlás áldozataira. Angyal Istvánra, Iván Kovács Lászlóra, Dudás Józsefre, Szabó Jánosra, Ekrem Kemálra, Pongrász Gergelyre, és éppen csak az alig 18 éveit betöltő Monsfer Péterre, minden mártírra. De emlékezzünk kerületünk mártírjaira is. Tóth Ilonára, aki orvosta a hallgatóként segített a sebesülteken a forradalom napjaiban. Majd őt is, mint egy 4-500 forradalmát kohortvárdak alapján illették, és Bitófára jutották őket. Emlékeznünk kell még, amit a Budapest 16. kerületünkben 56-ban működött forradalmi ifjúsági szövetségről is, amelyek a megtorlás idején
13 válgatja volt, Balogh József és társai Berben és tagjai között Spanberger Györgyre, akit másodfokon is jogszerűen halálra ítéltek, és másnap ki is végezték. Ebben a csoportban működött Kovács Erzsébet, asszony nevén Juhász Károlyné, és hetedik rendű vádlottként 2 évre ítélték, aki kerületünk első díszpolgára volt. Továbbá a 12. rendű vádlottra, Sild Mihályra, itt ül előttem, akit 6 évre ítéltek, egyedüli élő forradalmárunk, ők közöttük. Emlékezünk a munkástanácsokra is, különösen azért is, mert a forradalmunk és szabadságharcunk bázisát adták 1900. október 28-a után, majd a szabadságharcunk november 4-e utáni időkben, így a nagybudapesti és az országos munkástanácsként vezették, irányították az országszerte megalakult, vidéken szinte minden településen működő munkástanácsokat. Felvették a harcot november 4-e után a Kádár kormánnyal a forradalmunk vívmányainak megőrzéséért. A munkástanácsok szerepe vitathatatlan a forradalomban, mégis egyre kevesebbet behallunk a hivatalos megemlékezése alkalmával arról is, hogy egyáltalán léteztek. Itt kell megemlékeznem Rácz Sándorról, Bali János Sándorról és Babai Istvánról, a Nagy Budapesti Központi és Országos Munkástanács kiemelkedő vezetőiről. Kedves ünneplő közönség! 1956 tanításai ma is érvényesek. Nem elegendő, ha csupán emlékezünk, emlékeinket elevenítjük fel, és az egykori harcok színhelyein megemlékezünk és koszorozunk, akik 33 éven át azt mondták többek között, 56 ellenforradalom volt. Azok ma, vagy azok fiai ott állnak az 56-os áldozatok sírjainál, a emlékezéseinken is koszorúznak. Az a feladatunk, hogy az 56-os magyar forradalom tanításait kell birtokba vennünk és megvalósítani. Ma igen sokan hivatkoznak 1956-ra, jól is élnek belőle. 1956 nem eladó. Mindez azonban nem elég, kevés, mint ahogy 56 szellemi öröksége még nem vált ellen erővé, és szabadságharcunk tanításai sokszor még volt betű. Ezt az örökséget kell, ezt a tanítást kell élettel megtölteni és beépíteni mindennapi, köznapi életünkbe, és átadni utódainknak, fiatalainknak, fiainknak, unokáinknak. 1956. október 23-a ugyanis nem egyszerű egy pirosbetűs nemzeti ünnep a naptárban, hanem ösztönző példa, tájékozódási pont, vezérlő csillag a magyar történelem fölött a szebb jövőnk építésében. Kedves polgártársaim, bajtársaim és barátaim! Sokszor elmondtam már, most is elmondom,
A harcot most is, ma is, minden nap meg kell vívni. Igaz, nem fegyverekkel, hanem politikai, gazdasági harcot itthon és az Európai Unióban is. Boldogulásunk, jövőnk alapja a munka, a munkatársadalma. Mindenki lehetősége szerint dolgozzék. Nem elég több munkahelyet teremteni, a dolgozókat, a munkást is meg kell becsülni. Jó úton járunk. 2010 óta ezt kell folytatni a jövőben is. Kedves honfitársaim, befejezésül. Megdöbbenve láttuk és hallottuk a médiában, hogy a piros-fehér zöld szavagot olyanok rázzák, akik Brüsszelben a magyarok ellen szavaznak. A migránsok kötelező betelepítésének elfogadására. Nem kérünk a migránsokból, sem a magyar határunk EU-s közös megvédéséről. Eddig is meg tudtuk végni 1100 éven át hatánkat, Magyarországot, és ezzel Európát is védtük. Adja Isten, hogy így legyen. Isten áldja meg a magyart. Ha Isten velünk, kicsoda ellenünk. Hajrá Magyarország, hajrá magyarok! Kedves polgártársaim, köszönöm, hogy türelemmel meghallgatták köszöntőmet. Tisztelt ünneplő közönség, most tisztelettel felkérem Kovács Péter urat, a 16. kerület polgármesterét ünnepi beszéde megtartására. Akkor méltó leszel majd őseidhez, ne csüggedj árva nemzetem magyar, kardot a kézbe, Isten veled lesz, s áldott a haza, mit oly sok szív akar. Tisztelt hölgyeim és uraim, kedves kertvárosi ünneplő közösség, Tóth Ilonka Ébresztő című verséből idéztem az utolsó 4 sort, annak a Tóth Ilonkának, aki kerületünk díszpolgára, szigorú orvostan hallgató volt, és 86 éves lenne pont a mai nap, ha a kommunisták hazug állításokkal nem fogják perbe, nem ítélik el, és még a 25. születésnapja előtt nem végzik őt ki. És miért hoztam én pont ezt a verset, és ennek ezt a 4 sorát? Azért, mert ebben a 4 sorban a 10 éves nagyon szépen megfogalmazza, hogy mi az, ami az ő lelkében járt akkoriban. Mi az, ami az akkori emberek lelkében járt akkoriban. És mi az, amit az 50-es években a kommunisták és a kommunizmus elvett azoktól az emberektől, és mi az, amiért az 56-osok lázadtak. Hogy is kezdődik az első sor? Méltó leszel majd őseidhez. És mit mondanak erre a kommunisták? A múltat végképp eltörölni. Mert meg akarták fosztani az embereket a dicső múlttól, a múltra való emlékezéstől, a hőseiktől, hogy ne legyen gyökerük az embereknek, mint a fa, ne tudjon mibe kapaszkodni, mert ha nem tud mibe kapaszkodni, akkor könnyebb hajlítani, és könnyebb egy újfajta embertípus nevelni belőle a kommunistát.
És hogy folytatódik a második sor? Először is azt mondja, hogy ne csüggedj. Az 50-es években hát azért volt miért búskomornak lenni, volt miért csüggedni. Nem elég a Fájón elveszített második világháború és a nem olyan régen visszakerült országrészek újbóli elvesztése, de egy csalásra a hatalomra került kommunista rémuralom is a nyakukba ült, ahol az emberek elég volt, nem kellett azt mondani, hogy nem szeretem a rendszert, elég volt csak az igazat kimondani, és már is elvitték, megfélemlítették, megverték, vagy meg is ölték. És ahol az emberek őszintén, csak egymás között bizalmasan suttogtak. És a következő nagyon fontos szó ebben a sorban a nemzetem magyar. Mert alapvetően minden ember úgy születik, hogy valamelyik nemzethez születik. Ez elválaszthatatlan része mindenkinek. De a kommunisták és később a szocialisták ezt el akarták venni az emberektől. Ők a nemzetek felettiségben, az internacionalizmusban, mai nevén multikulturalizmusban hittek, és azt akarták, hogy az emberek is ilyenekké váljanak. Erről már azóta bebizonyosodott, hogy zsákutca, ugyanúgy bebizonyosodott a terrorról, a félelemről és a hazugságról is. A harmadik sorban harcra hív, a költő majd azt mondja, hogy Isten veled lesz. Na ez megint egy olyan rész, amit a kommunisták el akartak venni az emberektől. Az Isten hit, mert az embereknek biztos igazodási pontot adó dolog. Az a pártfunkcionális, ateista emberek számára felfoghatatlan, elképzelhetetlen, biztos valami rossz dolog. Helyette csak a bölcs vezérben és a párt iránymutatásában lehetett hinni. Majd az utolsó sorban kimondja a legfontosabb dolgot, azt, amiért mindenki kész dolgozni, és akár kész meghalni is, a haza. Az összefogás és építkezés, a feltámadás és fejlődés, melynek mind közös alapja, origója az, hogy végül is mindannyian magyarok vagyunk. Tisztelt kertvárosiak! Ezért volt hát az 56-os forradalom, mert ezt, meg is csomó mindent az emberektől el akartak venni, mindent, ami nekik fontos és szent volt. A dicső múltat, a hihető jelent, és a dolgos munkával eljövendő jövendőt is. És meg is tették. És nem értették, a kommunisták akkor nem értették, hogy miért lázad a nép. Hisz a nép uralkodik. És akkor nem értették, és mai utódaik most sem értik, ami alaptézisének kellene lenni minden hatalomnak, minden vezetőnek. Hogy nem hazudunk, hogy nem csalunk, és hogy a bizalommal nem érünk vissza. Ha ezt a késői utódok értenék, akkor nem hazudnának diktatúrát oda, ahol demokrácia van, nem hazudnának cenzúrát oda, ahol sajtószabadság van, és nem hazudnának önként oda, ahol szabadság van. Tisztelt hölgyeim és uraim, érdemes tanulnunk Tóth Ilonkától, érdemes tanulni az 56-osoktól, mert tudjuk, hogy a szabadság, a szabad gondolat, a szabad cselekvés igen fontos dolog. Az ember nem létezhet ennélkül. És azt is tudjuk, hogy nagy dolgainkat csak összefogással érhetjük el. Ma Magyarországon ennek az összefogásnak az alapjai megvannak. A nemzeti együttműködés rendszere él és virul. Mindenkinek van lehetősége, hogy dolgozzon a hazájáért. Ugyanúgy, ahogy itt a 16. kerületben mindenkinek lehetősége van, hogy dolgozzon ezért a kerületért. Itt nincs kirekesztősdi, meg ellenségeskedés, hanem helyette tér és lehetőség van a munkára.
Persze csak annak, aki szeretné. Tisztelt kertvárosiak, hiszem, hogy a 16. kerületi példa ragadós lesz, és eljön majd az az idő, amikor az egész országban az összefogás és a fejlődés lehet a fontos. Az lesz a példa, és azt fogják követni az emberek. Mert 56-ban még egy dolgot megtanultunk, hogy mi magyarok csak magunkra számíthatunk. Köszönöm, hogy meghallgattam. Tisztelt kertvárosi polgárok, köszönjük, hogy velünk együtt emlékeztek az 1956-os forradalom és szabadságharc hőseire. Kérem, hogy közösen énekeljük most el a szózatot, majd ezt követően az elhangzó koszorúzási rend szerint helyezzék el önök is az emlékezés virágait az emlékműnél. A 16. kerületi önkormányzat nevében az emlékezés koszorúját helyezi el Kovács Péter polgármester, valamint dr. Csomor Ervin és Szász József alpolgármesterek. A Magyar Honvédség anyagellátó raktárbázisa nevében virágot helyez el Ferenci Attila alezredes.
Politikai Foglyok Országos Szövetsége 16. kerületi szervezete nevében a megemlékezés koszorúját hozta el. Lovag Vitéz Palla László, elnök díszpolgár, Palla Lászlóné nemzetes asszony forradalmár és Schild Mihály forradalmár. Kossuth Nemzetőrség Korvin tagozat nevében Vitéz Lovag Máriási György Mihály altábornagy, díszpolgár, budapesti parancsnok és Vitéz Kender László. Az 1956-os Magyar Nemzetőrség és a Székely Katasztrófa Elhárítás és Polgári Védelem nevében a megemlékezés koszorúját helyezi el. Tarnai Kis László altábornagy, Szirmai László altábornagy, Szegedi Csaba a lezredes és Tarnai Marcell László főhadnagy. A Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezetközpont nevében Villányi Péter intézményvezető, valamint Karelné Máté orsolya. A Fidesz Magyar Polgári Szövetség 16. kerületi szervezete és Szatmári Kristóf országgyűlési képviselő nevében virágot helyez el. Szatmári László képviselő elnökségi tag, Zánkai Péterné elnökségi tag és Babarczi László elnökségi tag. A KDNP 16. kerületi szervezete nevében Gáspár József elnök és Horváth Ádám titkár. Thank you.
A Demokratikus Koalíció 16. kerületi szervezete nevében Nemes Gábor elnök és Litkei Sándor elnökségi tag. Az MSZP 16. kerületi szervezete nevében virágot helyez el Csizmazia Ferenc elnök, Környezetvédelmi és Közrendvédelmi Bizottság tagja, dr. Nagy Lívia elnökségi tag, a nőtagozat elnöke, és Hepp Béla elnökségi tag, a Kulturális és Sportbizottság tagja. Az emlékezét és virágait helyezi el Varga Ilona független önkormányzati képviselő. A 16. kerületi német nemzetiségi önkormányzat nevében virágot helyez el Péter Ildikó képviselő, Ácsné Lázár Mária képviselő és dr. Grófné Vajgó Beáta képviselő. A 16. kerületi örmény nemzetiségi önkormányzat nevében Hollandiné Visi Ágnes és Kocsis Nándor. A 16. kerületi román nemzetiségi önkormányzat nevében virágot hozott Gyalogné Gergely Katalin elnök, Téglás Ildikó képviselő és Gyalog Zsolt elnök helyettes. A 16. kerületi szlovák nemzetiségi önkormányzat nevében Slauki Györgyné elnök helyettes és Buzás Ferencné képviselő. Thank you.
A Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum, Csonka János Műszaki Szakgimnázium és Szakközépiskola nevében Vásárhelyiné Gál Gyöngyi tanintézményvezető. A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara 16. kerületi tagcsoportja nevében Ecsedi Gyula elnök hozta el a megemlékezés virágait. A Centenáriumi Lakótelepért Egyesület nevében dr. Környeiné Rácz Katalin és Szabó Edit helyezi el a megemlékezés virágait. A Cinkotai Gazdakör nevében Bátorfi Mihály és Bátorfi Mihályné. A Cinkotai Nyugdíjas Polgárok Köre nevében Sági István és Murvai Sándorné helyez el virágot. A Fidelitás 16. kerületi szervezete nevében Antalóczi Csaba elnök és Dobre Dániel alelnök. Az Ifjúsági Keresztény Szövetség 16. kerületi szervezete nevében Horváth Ádám budapesti elnök. Az Összefogás Lakás Szövetkezet nevében Abonyi János elnök és Mihály Ferenc főkönyvelő. A Szilasmenti Kisgazda Polgári Egyesület nevében Kocsis Nándorné és Medve Lajos.
A Szívvel Lélekkel Polgári Egyesület nevében Gálné Szilágyi Erzsébet és Csaplár Klára. Végül a 412-es számú Kalazanci Szent József cserkész csapat nevében helyezik el a tisztelet és a megemlékezés virágait. Tisztelt kertvárosi polgárok, most kérem, hogy önök is nyugodtan helyezzék el a megemlékezés koszorúit, virágait. És még egyszer köszönöm szépen, hogy velünk együtt emlékeztek az 56-os forradalom és szabadságharc áldozataira és hőseire.